Szeretettel köszöntöm a stúdióban Rigg Lajos, országgyűlési képviselőt, a Népjóléti Bizottság alelnökét. Jó és napot kívánok. Hogy ne húzzuk az időt, ugye, mert a nézőknek is drága. Mostanában keveset hallunk a Népjóléti Bizottság üléseiről, vagy az csak akkor kerül be a sajtóba, ha botrány van, mint mondjuk a Nemzetbiztonsági Bizottság, vagy nem mennek a fideszes képviselők, vagy más módon bojkottálják a eseményt, hogy a Népjóléti Bizottságba simán mennek a dolgok? Hát mondjuk abban igaza van, hogy egy nyugodtabb bizottság, mint mondjuk a honvédelmi, a rendészeti vagy a nemzetbiztonsági bizottságnak a munkája és maga az egész légköre. Általában a figyelem akkor telerődik a Népjóléti Bizottság munkájára, amikor éves szinten egy miniszteri meghallgatás volt. Az két hete volt a miniszter úrnak a meghallgatása. Melyik miniszter? Bocsánat, hogy... Az emmi miniszternek, Kásler miniszter úr meghallgatása volt. Megmondom, hogy miért kérdeztem. És viszont ez is érdekes, sőt, már majdnem, hogy kabaréba illő, hiszen ott kérdéseket lehet feltenni egy időkereten belül 4 perc áll rendelkezésére. De nem ez a mulatságos része. Nem, a válasz, hogy semmire nem válaszolt. Nem csak nekem, hanem még a fideszes képviselőknek se. Ez vajon a felkészületlenségéből adódik, vagy azért, mert ő nem érzi ezt a problémának, amikre esetleg rá akarnak virágítani, vagy más végzi ezt a munkát helyette? A kínos kérdések volt itt a fő hangsúly, és ezért nem válaszolt, hiszen rengeteg olyan kérdés ment ellenzéki oldalról, ami az egészségügyi ellátórendszerre vonatkozott, akár itt beszélhetünk mondjuk a humán erőforrás hiányáról, a PCR tesztek elvégzésének a hiányáról, akkor a járványkezelésről, járványadatok titkosításáról, vagy azoknak a szenzitív adatoknak a kinemadásáról, amit már több országgyűlési képviselő is kért. Ilyenekre voltunk kíváncsiak, abban 4 percbe feltettük a kérdésünket. 4 percben? Igen, nem fejenként 4 percben? Fejenként 4 percben, majd a miniszter úr... Megértem, hogy összesen 4 percük. Igen, miniszter úr egy kb. 35-40 perces válaszával kifejtette az oltásoknak a hatékonyság, az oltóanyagok minőség, a vírusnak a terjedését, tehát egy ilyen, hogyha... Az ilyen nettó mellébeszélés. Igen, egy egészségügyi dolgozónak ez egy szakmacsoportos képzésen belül egy 20 pontot generált volna a kártyájára. Igen, hát ön nem a kreditpontokra hajt, gondolom, hanem más dolgok motiválják, de körülbelül abba a csapdába esett a teljes Népjóléti Bizottság, mint ön is ezzel a levéllel, amit ugyanennek a személynek írt, Kásler Miklós doktornak, de nem... Ez mondja, a falatta a másikat, tehát Pintér Sándortól jött vissza a válasz. És én elolvastam ezt a levelet, őszintén szóval nem vagyok számviteli szakember, de egy könyvelőnek is fejtörést okozhatna ez a válasz. Szóval önnek elég világos kérdései voltak, de a válasz, hogy is mondjam, ködösítésnek nevezhető. És akkor nézzük. Most nem alá kérdezni akarok, de tényleg nem boldogultam vele. Nincs egyedül ezzel a kérdéssel, de hogyha megnézzük azt, hogy egészségügyi kérdéseket tettem fel egészségügyi intézményekre vonatkozóan, és egészségügyi dolgozókat érintő kérdéseket tettem fel az EMMI felé, aki az egészségügyért felel, majd egy belügyminisztérium válaszol. Na most ezen már nem csodálkozunk, ugye másfél év után, mert... Talán a múltkori adásban is azt mondtam, hogy ez már pártállami időket idéz, és akkor most, hogyha felteszek egy egészségügyi dologba kérdést, akkor a belügyminisztérium válaszol nekem, és akkor miért van egy EMMI, miért van egy egészségügyi államtitkárasszony, miért van egy parlamenti EMMI-nek egy államtitkár, Rétvári Bence? Eddig én olyan kedélyesen ellevelezgettem, vagy elbeszélgettem vele a parlamentbe, most már úgy látszik, erre se lesz lehetőség, mert a belügyminisztérium mindent magához vesz, és ez a válasz szerintem ez a nesze semmi fog meg jól, konkrét kérdésekre egy ilyen jogi válasz. Igen, nem akarok bele felolvasni, de... Azért 3 sor talán, hogy a jellegét érezzék a nézők is, hogy azt mondja, az okfő utasításban szereplő juttatási elemek adható juttatások, amennyiben az intézmény kérelmezi és a fedezet rendelkezésre áll. A szakterületi támogatás szintén az okfő, már mint az Országos Kórházi Főigazgatóság utasítás alapján adható juttatás. Ápolói hűségdíj sem a jogszabályban, sem az okfő utasításban nem szerepel. Helyettesítési illetmény kiegészítés név alatt juttatási elem nem létezik.
Helyettesítési díj akkor adható a dolgozók, ha más munkakörbe tartozó feladatokat is ellát. Minden mondat külön elemzést igényelne. De hát akkor szoktak általában helyettesíteni, hogyha más feladatkörben való munkát hát is ellát. Hát nyilván, ezt én is így gondoltam, de hát szóval szerintem engedjük is el ezt a... Engedjük, sokkal jobban járunk. Ezt a választ. Csak ugye itt vártak, az egészségügyi dolgozók vártak erre a válaszra, és főleg itt a Veszprém megyében, hiszen van két olyan kórház, ahol ezek a kérdések fajsúlyosak, hiszen nagyon sok nővér helyettesítésbe dolgozik, akár a Covid osztályon, vagy más osztályon. Ő is szeretné azt a hűségpénzt, amit eddig megkapott, vagy azokat az ügyeleti pótlékokat, amiket most csökkentettek. Erre lettek volna kíváncsiak a nővérek. Hát a belügyminisztérium úgy látszik, hogy annyira nem ásta bele magát ebbe a témába, pedig szerintem ő, mint a kórházaknak az üzemeltetője, fenntartója, működtetője és irányítója, egy telefonjába került volna a két kórházat felhívni, hogy milyen juttatások vannak, ha nincsenek, akkor miért nincsenek, amik voltak, miért mondták el. Most ült már itt szakszervezeti vezető is az ön helyén, nem kimondottan egészségügyi szakszervezet képviselője, de tartja a kapcsolatot szakszervezetiekkel, akik mondjuk az egészségügyi dolgozók érdekvédelmét kellene, hogy ellássák? Tehát nekik mi a véleményük erről az egész? Szélmalom harcot vívnak. Tehát egy, több oldalról folyó harcról van szó, de az is. Nagyjából igen. Szélmaromharc. Hogyan látja a járvány jelenlegi helyzetét? Tehát mondjuk különbözik-e az egy évvel ezelőtti helyzettől? Nyilván rengeteg ember fölvette a vakcinát, az oltást, és ennek látványosan meg kéne mutatkoznia. Így van ez a valóságban? Mennyire tájékozott ez ügyben? Hát ha a számadatokat nézzük, akkor jóval erősebb ez a negyedik hullám, mint az első három arányaiba, összességében és arányaiba. Ugye mindenki abba bízott, hogyha az oltás jó, sikeres működik, akkor kevesebb lesz a fertőzéseknek a száma. Csak ugye azt akár a politika, akár a szakma, azt elfelejtette mondani, hogy attól függetlenül, hogyha valaki megkapja az oltást, az nem azt jelenti, hogy védett lesz teljes mértékig magától a betegségtől. Ugyanúgy elkapja ezt a betegséget, a vírus ugyanúgy bejut a szervezetébe. Maximum annak a lehetősége nagyobb, hogy minimálisabbak lesznek, enyhébek lesznek a tünetei, de sajnos amilyen ugye 22-es csapdája, vannak olyan esetek, akik kétszer-háromszor oltottak, és mégis bekerülnek kórházba, igaz nem súlyos, hanem enyhe vagy középsúlyos megbetegedéssel, és ők egy-két napon belül már az otthonukba mehetnek. Nagy a vírus, amilyen kicsi, annyira gonosz, tehát pont az ellenkezője, és az élteti, hogy minél tovább éljen, és minél több olyan gazdatestet találjon, hogy mutálódni. Igen, tudja. De valaki azt mondja, hogy nem akarja elpusztítani a gazdatestet, mert az az ő érdekeit sem szolgálja, mintha emberi gondolatai lennének, persze nincsenek, ezek egyszerű túlélési, vagy evolúciós, vagy akármilyen problémák, kvázi ilyen vegetatív dolgok, bár idegrendszer sincs a vírusnak természetesen. Ezelőtt egy évvel még csak a wuhani vírusról beszéltünk, az alapvírusról. Igen. Most már többfajta variánsa, delta, delta plusz, kimondhatatlan nevű variáns. Omikron, ugye Kínában is találtak valamit, amit Xinek nem mertek elnevezni politikai okok miatt, inkább hagyták egy másik nevet adtak neki, és még mi jön? Még milyen jöhet? Tehát annyi fajta variánsa lesz ennek a vírusnak, annyi fajta oltóanyag. Én többször elmondtam, és most is azt hangsúlyozom, hogy meg kell tanulni az emberiségnek, és főleg itt Magyarországon együtt élni ezzel a vírussal, hiszen az arab államokban ez már 40 éve ott van. Igen, ön is említette egy jóval korábbi interjúban, hogy ez nem fog eltűnni. Egy csapásra. Tehát a fertőzéseknek a száma nyáron azért alacsonyabb, mert kevesebbet tesztelünk. Most, hogy van tesztelési kapacitás, hát akkor a kapacitásunk van, hogy már le is járnak a PCR-tesztek, és a kukába dobáljuk. Meg kell semmisíteni őket. Nem, hogy inkább adtuk volna az embereknek az ingyenes PCR-nak a lehetőségét, amit a Népjóléti Bizottságban is javasoltam, de azt mondták, ez teljesen felesleges. Ugyanúgy feleslegessé vált szerintük, mint azok a PCR-tesztek, amik lejártak és kidobták a kukába, amit ugye az államfizetők, az adó, vagy az adófizetőknek a pénzéből vásárolt az állam. Milyen eszközei vannak ebben a helyzetben azok, hogy interpellálja a minisztert? Önnek valahol már készülnie kell a képviselőjelöltségre is, hiszen deklaráltan az ellenzék képviselőjelöltje ebben a választókörzetben. És ellenfeleit még csak sejti, de hát nagyon valószínű, hogy például Navracsics Tibor lesz ugye a kormánypárt részéről, de ezt még nem
erősítették meg. Itt is valószínűséggel dolgozunk, mint a vírus esetében, hogy valószínűbb ez, valószínűbb az. Látszik esetleg más is Navracsicson kívül, aki esetleg kihívója lehet itt a régióban. Én leegyszerűsíteném ezt a kérdést. Nem, szerintem a jelöltekről nem kell nagyon nekünk vitázni, egy ellenfél van, az a Fidesz pont. Teljesen mindegy, hogy ki lesz az ő jelöltjük, egy ellenfél van az ellenzéknek, az a Fidesz. Őt kell legyőzni itt helybe és országos szinten is. Az, hogy a Fidesz kit fog jelöltnek állítani, azt szerintem még ők se tudták eldönteni, de az maradjon az ő dolguk. Gondolom ők se fognak beleszólni, hogy az ellenzék kit jelölt. Így meghagyjuk neki ezt a lehetőséget, a Fidesz kell legyőzni. Ugye ahhoz, hogy legyőzzük, azért meg kell nézzük azt, hogy az elmúlt 10 évben milyen dolgokat tettek, legyen az akár jó, legyen az akár kártékony. Én azt gondolom, hogy az emberek a saját pénztárcáikon, bőrükön érzik az elmúlt 10 évnek a hatásait, legyen az akár pozitív vagy negatív, mindenki tud negatív és pozitív példákat. Én a saját szakmámból, ha kiindulok, az elmúlt 10 évben ekkora rombolást még egyik kormányzat se vitt véghez. Eltitkolnak adatokat, a dolgozókat nem engedik, hogy megszólaljanak, kórházigazgatók annyira ragaszkodnak az asztalukhoz, székükhöz, hogy mindent letagadnak és a kérdéseket elhárítják. Hiába mondják azt, hogy több száz millióval emelkedett az éves büdzséje az egészségügyi kasszának. Ez nem látszik az egészségügyben, nominális értékben lehet, de hát ez alatt a 10 év alatt az egészségügyi felszereléseknek az ára is nőtt. Tehát hogyha 10 évvel ezelőtt megvettek egy endoszkópos kamerát, az 10 év után lehet, hogy 3-4-szer annyi, tehát ezért kellett emelni ezen a büdzsén. Számukkal játszanak, trükköznek, és a valóságtól teljesen elrugaszkodva élnek. Én azt gondolom, hogy ezt a rendszert le kell váltani és megmutatni, hogy van egy másik alternatíva, van egy másik lehetőség. Fel kell nekünk azt vázolni, hogy 22 után milyen egészségügyi ellátórendszert szeretnénk. Hogy szeretnénk a közigazgatást megváltoztatni? Hogy szeretnénk azt elérni, hogy a politika kezéből elengedni a polgármesterek kezét, és saját hatáskörbe dönthessenek, hogy milyen pályázatot szeretnének ők beadni, nyújtani, és a szakmaiság döntsön, és ne a politika. Most itt kétféle szemlélet harcol, ha tetszik. Ugye az egyik az egy rendpárti, hogy szereti, hogyha egy központból megmondják, hogy mit csináljon, mit tegyen, mit egyen, hová járassa a gyerekeit, megmondják, hogy milyen szakmát válasszon, milyen feltételekkel, és itt az önök által, vagy ön által képviselt ellenzéki felfogás pedig a demokráciához áll közebb, tehát azt jelenti, hogy most ne értse félre, mindenki szabadon elmondhatja a gondolatait, és ebből lehet, hogy káosz lesz, és nem lesz egy határozott végeredmény, és ezt sokan nem nézik jó szemmel, mert ugye félnek attól, hogy hát nem attól, hogy gondolkodni kell, hanem hogy olyan gondolatokkal állnak szemben, amiket esetleg nem is értenek meg, vagy hosszú távú következményeit nem látják. Attól, hogyha valakinek más a véleménye, azért meg kell hallgatni, és lehet abból még jó is sül el, és ezt hívják demokráciának. Ha valaki a véleményét nem tudja elmondani egy demokratikusnak nevezett államba, azt titkolnia kell, vagy a meggyőződésével pont ellenkező cselekedeteket kell tenni, azt pedig diktatúrának hívták mindig is. Én azt gondolom, hogy most jelen pillanatban ilyen van. Attól, hogy én elmegyek egy kórházba, beviszek egy beteget, ott a nővérek, orvosok elmondják nekem, hogy ilyen probléma van, hogy lemondott az osztályvezető orvosunk, még nincsen kinevezve más. 8 szakorvosi státusz nincsen betöltve, rezidensek dolgoznak a sürgősségi osztályon szakorvos felügyelet nélkül. Azok az ágyak, tolóágyak, amiken a betegeket vizsgálják és tolják egyik kórteremből a másikba, azok már olyan használhatatlanok, és nem kapnak már több éve, pedig kérik. Nincsen mobil EKG, mondjuk egy sürgősségi két vizsgálóból egy vizsgálóba csak egy EKG van, tehát egy alapfelszerelésről beszélünk. Ezt elmondják nekem, én ezt továbbítom, ha én ezt elmondom, akkor hazudok. Viszont a demokrácia ott kezdődik, hogyha ezt egy orvos el tudja mondani egy igazgatónak úgy, hogy abból nem lesz retorzió. A demokrácia ott kezdődik, hogyha ezt a problémát, amit megtudott az igazgató, kiáll és elmondhatja a kórház fenntartójának, legyen az akár az országos kórház főigazgató, vagy mondjuk az EMMI, és a demokrácia ott kezdődik, hogy az EMMI erről nyíltan tud beszélni a társadalom felé, kommunikálva, hogy emberek baj van. Az a pénz, amit beleülünk az egészségügybe, az kevés. Tehát ez nem PC, akkor saját maga ellen beszél, hogy emberek baj van. De hát fel kell vetni a problémát. Ebben lavíroztuk magunkat, nem tudom, manővereztük. Szerintem 10-szer biztos elmondtam már ebbe a stúdióba, hogy addig betegséget nem lehet gyógyítani, míg a diagnózist fel nem állítjuk. Hát addig csak a maszkírozás, vagy a szőnyeg alá söprése folyik
problémáknak, de az emberek többsége, vagy nagy részén úgy veszem észre, annak a békának az álláspontját teszi magáival, amelyik egy langyos vízben, vagy vödörben úszkál, és a víz meg melegszik, és még mindig elviselhetőbb, vagy elviselhető, egyszer csak majd nem lesz az, de erre nem gondolnak. Hogy tud-e valamit tenni az ellenzék, akkor, amikor a sajtó nagy része mondjuk a kormánypártok kezébe van, a propaganda eszközök szintúgy korlátlanul állnak rendelkezésükre, óriás plakátok, kisebb plakátok, újsághirdetések, tehát királyi televízió, ugye a faluhelyen szinte egyedül nézett műsor, de csak szinte, hál' Istennek, nem teljes egészében. De ilyen környezetben milyen reményekre jogosítja fel az ellenzéket a jövő, hogy mi lesz, mi lehet ebből? Országosan nagyon nehéz helyzetben van így ebből az aspektusból az ellenzék, viszont én itt helyben azt gondolom, hogy egy privilég helyzetben vagyok, hiszen rendszeresen meghívást kapok az Ajka TV-be, ahol másfajta véleményt is el lehet mondani, ütköztetni. Ült itt nem olyan régen kormánypárti képviselő is, és elmondhatta az ő álláspontját. És fog is még jönni. Ezt demokráciának hívjuk, és ugyanígy Tapolcán is meg lehet ezt tenni. Sajnos Ümegről ugyanezt nem tudom elmondani, én ott talán 2015-ben jártam utoljára. Uha. De hát ott is a már a televízióban, igen, tehát nem a televízióban. Városban. Hát ott is az állampolgároknak azért lehetőségük kell, hogy legyen megismerni egy másfajta véleményt is, és dönteni, hogy van itt másfajta is. Attól, hogy tiltják az ellenzéki képviselőt, hogy bemenjen egy televízióba, legyen az akár városi televízió, vagy országos média, attól függetlenül az igazság még megvan. Az emberek még tudnak tájékozódni, az internet azért elérhető, ott azért az ellenzéki portálok azokat a tényfeltáró dokumentumokat azért közé tudják tenni, amiből tudnak tájékozódni a választópolgárok. Úgyhogy 22-re szerintem majd lesz egy akkora bázis, főleg ilyen adatbázis, amiből tudnak táplálkozni, hogy akkor maradjon ez a kormány, vagy egy másik kormánynak adjanak bizalmat. Így befejezésül hadd kérdezzem meg, hogy tud-e valamit arról, hogy hol tart a kormány, az ellenzéki vagy árnyék kormánynak a programja, vagy az ellenzéki program, tehát mikor lesz ebből esetleg valóság? Legutóbb azt hiszem arról beszélgettünk, hogy valószínűleg az önvéleményt is figyelembe veszik az egészségügyi rész megalkotásakor és kimunkálásakor. Miről tud most beszélni? Én úgy tudom, hogy január végére teljesen lezárul ez az egyeztetés, akár a gazdasági szektor, az egészségügy, oktatás és a főbb szektoroknak a tárgyalásai, és akkor egy kormányprogrammal fognak jelentkezni, de azt hozzáteszem, hogy nagyon ezeket a kormányprogramokat, ugye eddig pártoknak volt egy-egy programjuk, szerintem 5% a választópolgároknak volt az, aki tényleg belemélyedt és átolvasta ezt az egészet. Mint az összödi beszédet se olvasták, csak hallottak róla, igen. Ugye az emberek. Igen. Én úgy tudom, hogy január végére lesz meg. Még egy kiegészítő kérdésem lenne, vagy egy plusz kérdés. Egy bónusz kérdés, igen. Hogy mit szól a karaktergyilkosságokhoz, amelyek úgy látszik, hogy egyre gyakrabban bukkannak föl a politikai közéletben. Ugye nem Karácsony Gergelyről gondolunk, talán elég ez is, de Jakab Pétert is mostával kóstolgatják. Ugye ez várható volt, azért a fideszes politikusok szerintem egy pár hónappal ezelőtt, sőt Kövér László is mondta, hogy egy nagyon mocskos kampányra kell készülni. Hát ők már tudták, hogy mely elemek lesznek ezek. De csak beleolvastak a saját forgatókönyvbe. Hát, egyébként az, hogy magánéleti dolgokba belemenni, ez nem túl korrekt, és nem is mondok más, mert inkább más szokás. Nem szokás. Nem szokás, egyébként. És ugye itt ez a baj, hogy Pandora szelencéjét kinyitották. Hogyha Pandora szelencéjét kinyitják, az nem csak erre az oldalra, az a másik oldalra is fog hatni. Én azt gondolom, hogy nem erről kell szólnia. Igen. Tehát van egy réteg, aki valószínűleg erre a bulvára kíváncsi, csak az a baj, egy nagyon nagy baj van, hogy amíg ezt közvetíti a tévé, ezt adja, addig az emberek figyelmét ez leköti, közben észre se veszik, hogy a hátuk mögött a saját pénztárcájukból lop ki ez a kormány. Azzal már ők nem törődnek. Az, hogy Jakab Péter, mit tudom, kijött egy lakásból, annak van egy hírértéke, annak viszont nincs, hogy több millió forint értékű PCR-tesztet, az ő adóforintjukban megvásárolt PCR-tesztet meg kidobnak. Tehát
És itt jön be a propaganda szerep, hogy, hogy minél többször ismétlünk egy orbitális hazugságot, annál jobban elhiszik az emberek, illetve előbb-utóbb el fogják hinni, ha sokszor. Emlékeznek még biztos a tévénézők, amikor Volna Gáborról aztán, hogy ő homoszexuális életet él, biztos emlékeznek rá, 2018-ban volt ez, hogy ő alakra hitettet, majd eljött 2021, nyert, 2020-ban nyert, majd 21-ben is pert nyert, hogy mindegy. Egyes állításuk hazugság volt. Most is erre kell készülni, mindenkiről mondanak kígyót és békát. Az adófizetők pénzéből majd a perköltséget kifizeti, akár a TV2, akár a köztelevízió, akár a Pesti TV vagy Pesti srácok, akik majd ezeket állítják. Majd 2023-ra már kit fog érdekelni, addigra már lezajlik a választás. És vagyunk így egy-két Európai Uniós perrel is, ugye, ami sajnos később hozza meg a gyümölcsét, úgymond, mint ahogy a Középpörő Egyetemnek a kiebrudalása is kiderült, hogy törvénytelen volt, de már akkor ugye okafogyottá vált ez a döntés. Hát köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióba, és visszavárjuk. Megtisztelő volt.